Föld napja az óvodában, az év agrár embere díjra jelölték Fülöp Gábort, lakossági kérdésekre válaszolt a polgármester. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 30-án 18 óra 5 perckor. A koronavírus járvány miatt az intézmény zárva volt, hétfőn kezdtek. A zöld jeles napok közül a Föld napja kiemelt ünnepit, amit projektmódszer segítségével dolgoznak fel. A járvány miatt most a karcagi óvodások tarka-barka perceiben a neten készítették elő ezt, véleményezték, bemutatták, hogyan lehet palántákkal a kiskertet szebbé tenni. A folyamatot a gyerekek otthonról figyelemmel videón nézték, hétfőn pedig megnézték a terepasztalt a kikelt palántákkal. Most ugye a járvány miatt nem tudtuk elkezdeni a projektünket, viszont a karcagi óvodások tarka-barka perceiben előkészítettük ezt a projektünket. Veteményeztünk a gyerekek számára, betőmagokat mutattuk be, hogy hogyan tudjuk a kiskertünket szebbé tenni a veteményezés folyamatát, és ezt a gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérték otthon, így ez volt az előkészítése a mostani projektünknek, és tegnap, amikor följöttünk, akkor már ismételten beszélgettünk a veteményezésről, és várta itt a gyerekeket a terepasztal, nagy örömmel figyelték és nézték, hogy ezt már látták a videókon keresztül, és elkezdtük gondozni, és a mai naptól kezdve a világos kertet ültettük be az Egy Gyermek, Egy Palánta program keretében. Április 22-e a Föld napja, erről beszélgettek, majd új Petronella óvodapedagógus vezetésével, nyomdázás technikával, lufi segítségével kiszínezték a gyerekek a földet. Ez egy újszerű technika volt a gyerekek számára, nyomdázás technikával, lufi segítségével tudták a földet elkészíteni, ugye a természetben is, hogy a színátmenetek, a sokszféreség, a sokszínűség látható, és így a gyerekek kreatív módon készítették el a földgömböt. Örökös zöld óvodaként a madáretetéstől kezdve sok minden van itt. Az udvaron egy ökokertet is kialakítanak, hogy a gyerekek elsajátítsák a veteményezést, az ültetést, begyakorolják a szerszámok használatát. Ökokertet szeretnénk kialakítani, ennek a folyamatát már elkezdtük az ősz folyamán. És amit most láthattak a kiskert programnak a része. Nagyon fontos, hogy a gyerekek elsajátítsák a veteményezést, az ültetést, és a terepasztal alkalmas arra, hogy begyakorolják ezeket a tevékenységet, a szerszámok használatát, és amikor már a kertben végezzük a kerti munkát, akkor már a gyerekek tudják, hogy hogyan kell veteményezni, megtanulják, hogy az apró magokat, a dugagymát hogyan kell elültetni, és hogyan kell gondozni az ültetést, és ott már akkor egy begyakorlott tevékenységként tudják végezni. A mesesarokban a Föld napja kapcsán öröm és bánat térképet is készítettek az óvodások. Öröm és bánat térképet készítettünk, nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a gyerekek az előkészületekben, illetve az előző években elsajátított ismereteket fel tudják-e eleveníteni, vagy milyen mértékben maradt meg az emlékezetükbe. És ugye ezek a tevékenységek nem egy napos tevékenységek, hanem ez egy folyamat. Egészen pici koruktól kezdve találkoznak, hogy mi az a környezetünkre káros tevékenység, tényező, mi az, ami nagyon jó a földünknek, a környezetünknek, a levegő tisztaságának, és a beszélgetés során örömmel láttuk és hallottuk a kis kolléganőmmel, Új Petronellával, hogy a gyerekek jól emlékeztek ezekre a megbeszélt dolgokra, a megtapasztalt dolgokra is. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a környezetudatos magatartás alakítása szempontjából, és hogy képesek legyenek majd a környezetüket óvni, védeni felnőttként. És a természetre figyelő magatartás nagyon fontos, hogy kialakuljon, és ezt is boldogan tapasztaltuk, mert az öltözőnkből ki tudnak tekinteni a gyerekek az udvarra, és tapasztalták, hogy lombok van, a fák lombot reszettek, illetve a bokrokon megjelentek a levelek, és az aranyvesző csodálatos sárga pompában van. És nagy örömmel láttuk, ahogy a gyerekek erre felfigyeltek, kinyitottuk az ablakot, és hallották, hogy egészen más a madarak csicsergése, mint a korábbiakban volt, már a tavaszi hangjuk hallatszik, és boldogan hallották, hogy egyre több a madárdal.
1991-ben alapította meg cégét, amely mára cégcsoportán nőtte ki magát. A karcagi Agrosprint már Európa szerte ismert az iparágon belül. A cég ügyvezetőjét az év agráremberi díjra jelölték. A díjról, a cégről és a társadalmi szerepvállalásáról beszélgettünk Fülöp Gáborral. 2005-ben megalapította az Agrosprint román leányvállalatát, amely fagyasztott termékek értékesítésében már a román piac vezető vállalata lett. Alapító tulajdonosként elmondhatja, hogy a stratégiai sikerének eredménye, hogy az idén 30 éves Agrosprint ZRT a magyar hűtőipar vezető vállalata, amelyet annak menedzsmentjével vezet a mai napig. Ékes bizonyítéka ennek, hogy 2020-ban újra beválasztották a 100 legnagyobb értékű magántulajdonban lévő vállalkozás közé. A cégcsoport ma már 400 főt foglalkoztat, 18 milliárdos árbevétellel az Agrosprint Európa legnagyobb csemege kukoricát gyártó üzeme lett. Vállalatánál a gyártáshoz szükséges zöldség alapanyag termesztése 7000 hektáron történik, a termelés szervezésében közel 500 termelővel dolgozik. Az általa stratégiai szinten irányított termeltetési részleg 2019-ben visszatért az állattenyésztéshez és zöldségfeldolgozás melléktermékeként hasznosítására húsmarha telepet vásárolt, amely 500 darabos szarvasmarha állomány számlál. 80%-os export értékesítés révén az Agrosprint neve Európa szerte ismert az iparágon belül, amelyet Fülöp Gábor, mint tulajdonos, hosszú évek alatt épített fel a korrekt üzleti magatartásának köszönhetően. Tagja az Európai Kukoricatermék Tanácsnak, és stratégiai megállátásaival segíti annak munkáját. Kiemelten támogatja a sportegyesületeket, a Bátszalók, Nyírlugos és Karcag települések iskoláit. Városi alapítványokon keresztül támogatja a kultúrát, a helyi katolikus egyházat. Segíti a karcagi kórház eszközbeszerzéseit. Társadalmi szerepvállalását Karcagváros Pro Urbe díja jutalmazta. Hírstúdiónk vendége Szepesi Tibor polgármester. Ismételten településünk lakóinak kérdéseit tesszük fel a városvezetőnek. A kérdéseket a Karcag TV kérdesek@gmail.com címre várjuk. Folytatódik Szepesi Tibor polgármesterrel a Polgármester válaszol című interaktív műsorunk. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Ahogyan már az elmúlt adásban is történt, a városlakóinak kérdéseit fogjuk először megbeszélni, és utána az elmúlt időszak aktualitásairól fogunk beszélgetni. Akkor kezdjük először az első kérdéssel. Karcagon a kerékpárutak már évek óta nagyon rossz állapotban vannak, elfogadhatatlan minőségűek a kérdező meglátása szerint. Mikorra várható előrelépés az ügyben? Biztató híreim vannak, hiszen elindult egy kerékpárút fejlesztési program, aminek az alapjait még 2016-ba tette le az önkormányzat, hiszen arra datálódik, arra az időszakra datálódik annak a pályázatnak a megnyerése, kihirdetése, amely a Madarasi út, illetve a megépülő Széchenyi Sugárút kerékpár útját biztosítja, legalábbis forrásilag. Ugye ennek zajlott az előkészítő folyamata, hiszen tervezni kellett, egyeztetni azokkal a közműszolgáltató cégekkel, akik jelen vannak a városban, de elkezdődött a kivitelezés, a munkaterület átadása megtörtént a kivitelező részére. Ő végzi jelenleg azokat a feladatokat, amely a konkrét munkakezdéshez szükségesek. Én azt gondolom, hogy napokon belül ennek látszata is lesz, már ami az útfelújítást, illetve az útbontást illeti, hiszen a Madarasi úton, illetve a Táncsics körúton el fognak kezdődni az effektíve munkálatok, tehát szélesítésre kerül a Madarasi út meglévő kerékpárútja, természetesen azzal együtt, hogy a burkolat teljes egészében megépül, illetve a további hiányzó kerékpárút van, ahol út szélesítéssel és felfestéssel az útpályán, illetve van, ahol teljes egészében és teljes szélességében új kerékpárút kerül kijelölésre. Tudom, hogy nagyon égető kérdés a Kisújszállási úti
kerékpárútnak a felújítása, hiszen az volt az első kerékpárút Karcagon. Én magam is emlékszem, hogy egészen fiatalon, a kezdetek óta használtuk, és természetesen nagyon sokan használják nap mint nap ezt a kerékpárutat. Jelenleg ennek a kerékpárútnak a felújítása ott tart, hogy megyei toppos forrásból, illetve a következő évek top pluszos forrásából szeretnénk felújítani a kisújszállási kerékpárutat, amelynek most a tervezési feladataira keresünk tervezőt. Kiírtuk az árajánlatkérőt, tehát a pályázatot a tervezőre. Én azt gondolom, hogy napokon belül el fog kezdődni magának az út felújításának a tervezése is. És hát látva a megyei források lehetőségeit, én nagyon bízom abban, hogy a jövő évben a kisújszállási kerékpárút teljes egészében hasonlóan a Madarasi úthoz megújulhat. A következő kérdés arra irányul, hogy mikorra várható a kisföldek között olyan uniós minőségi játszótér, mint amely itt a főtéren található meg? Természetesen folyamatosan nézzük azokat a pályázatokat, amelyek játszótér fejlesztését is lehetővé teszik. Ugye eddig a város központban a zöld város pályázatból sikerült megfelelő minőségű és megfelelő nagyságú játszóteret építeni. Én azt gondolom, hogy a város több pontján is szükség lesz játszótér fejlesztésre, többek között a saját körzetemben, tehát a kisföldek között is. Jelenleg egy folyamatban lévő pályázat előkészítése zajlik itt is, hiszen a fürdővel szembeni terület, egy zöld mezős, illetve barna mezős, félig meddig zöld és barna mezős beruházásban is fog teljes egészében megújulni, amelyben egy nagyon nagy játszóteret, egy valóban magas szintű, több korosztály számára is alkalmas, látványában és minőségében is nagy játszóteret tervezünk. Ez a játszótér is olyan szinten van pályázatilag, hogy jelenleg tervezi a tervezője a játszóteret, hiszen mindent tervezni kell. Különböző ütés és esés csillapító burkolatok kerülnek majd elhelyezésre hatalmas és valóban látványos játszótéri elemekkel. Terveink szerint ennek a játszótérnek is a jövő év közepére teljes egészében el kell készülni. Biztos, hogy folytatni fogjuk, hiszen a város több pontján is szükségesnek látom azt, hogy kerüljön elhelyezésre. Ha nem is ekkora játszótér, mint amit a fürdővel szembe tervezünk, de egy kisebb séták, családi sétákra, közelben lakóknak mindenképpen szükséges, hogy a város több pontján legyen játszótér. A játszótereknél maradva, mikorra várható az újranyitásuk? Ahogyan a múlt héten is egyeztettünk a szakemberekkel, ugye folyamatosan elkezdtük a fertőtlenítését a közterületeknek, azoknak az utcabútoroknak, amelyet egyre többen használnak a jó idő beálltával. Elsősorban és legelőször az erdei tornapálya került fertőtlenítésre. Szakemberek járják a várost, azokat a padokat, kiülőket és természetesen a játszótereket is, játszótéri elemeket is folyamatosan fertőtlenítik. Terveink szerint az iskola nyitással, tehát április 19-én az általános iskolák nyitásával a játszóterek is megnyitásra fognak kerülni Karcagon. Az elkövetkezendő időszakban munkahelyteremtés céljából gyár üzem létesül-e Karcagon? Aki jár a városban, a város több pontján láthatja azt, hogy különböző építkezések, beruházások zajlanak. Szerintem mindegyikről fogunk majd külön-külön is egyeztetni, hiszen a kivitelezők, illetve a tulajdonosok joga az, idézőjelbe, hogy beszámoljanak ezekről a beruházásokról, amelyről természetesen ők élni is fognak ezzel a lehetőséggel, azt gondolom a nagy nyilvánosság előtt is. De aki jár valóban a városban, az láthatja, hogy a ipari park területén is nagyon sok változás fog bekövetkezni a következő időszakban. Aki jár a vasúti aluljáró irányába, az láthatja, hogy ott is egy óriási beruházás vette kezdetét. Ez mind-mind munkahelyet jelent, természetesen. Óriási lehetőséget az itt lakóknak a helyben maradásra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő időszakban, ha nem is több száz, de várhatóan 100 fölötti munkahely teremtődik Karcagon. A Zugkert 1-esben mikorra várható útfelújítás?
Minden kertben szükséges, ahogy látom, hiszen én magam is, illetve képviselőtársaim is végigjárták azokat a kerteket, amelyek az ő körzeteikbe tartoznak. Erről folyamatosan egyeztetünk. Én azt tervezem, és úgy tervezzük meghallgatva a szakembereket is, hogy nagyobb mennyiségű követ fogunk vásárolni az elkövetkezendő időszakban, és nem egy-egy kertre fogunk koncentrálni, hanem azokra az útalapokra, hiányzó útalapokra, meglévő útalapokra, amelyek felújításra kell, hogy kerüljenek. Tehát én globálisan szeretném kezelni ezt a problémát. Vélhetően elég jó árat sikerül nagy tételben kialkudni a beszállítókkal, tehát valószínűleg az év folyamán, legalábbis ahogy a szakemberekkel ebben egyeztetünk, az év folyamán nagyon sok olyan utunk fog megújulni, amely egyenlőre kőhiány miatt most áll. A következő kérdés is az utak állapotára vonatkozik. Várható-e útfelújítás, renoválás a városban? Természetesen, ahogy a kátyúzásról és a kerti utakról is, illetve a hiányzó útalapokról is egyeztettünk, ez is egy nagyon fontos része volt annak a megbeszélésnek, amelyet különböző szakemberekkel folytattunk. Nyilván a városi útkezelővel, a városgondnokság szakembereivel, illetve a megyei közútkezelővel is, hiszen nagyon sok olyan út található Karcagon, amely nem a város kezelésében van, illetve azokkal az utakkal is és csomópontokkal, forgalmas kereszteződésekkel is foglalkoznunk kell, amelyek a városi út és a megyei közút, állami utak csatlakozásából adódik. Prioritásként kell kezelnünk ezeket a csatlakozási pontokat, gondolok itt a Deák körút, Kisújszállási út, a Vasút utca, Kisújszállási út, illetve a Vasút utca, Széchenyi sugárút kereszteződésekre, hiszen úgy látom, hogy ez a három olyan csomópont, amely kiemelten kell, hogy felújításra kerüljön, és hosszú távon megnyugtató felújításra kell, hogy kerüljön. Természetesen ettől függetlenül áttekinthettük azokat a feladatokat is, amelyek az alsóbrendű utak helyreállítására vonatkoznak. Tehát ebben az évben, ahogy eddig is, most talán egy picit több forrásból és kiemeltebb figyelemmel fogunk fordulni a kátyúzások, illetve azoknak az úthibáknak a kijavítására, amelyek a mindennapi élet zavartalan bonyolításához szükségesek. Úgyhogy egy pici türelmet kérek mindenkitől, biztos, hogy lesznek fennakadások az útjavítások terén, elsősorban ennek a három csomópontnak a javításának az idején, de folyamatosak lesznek egész évben a felújítások. Mennyi a valóságtartalma annak, hogy az önkormányzat által üzemeltetett óvodákból lesz, amelyik bezár? Ugye egyházi óvodák nyitására kell készülnünk, mint ahogy azt már bejelentette a református egyház. Vélhetően ők ettől a tanévtől megnyitják a református óvodát, ami én azt gondolom, hogy mindannyiunk életében egyfajta örömet is jelent, hiszen annak az intézménynek a létrejöttével az óvoda, iskola, középiskola kapcsolat teljes egészében meg lesz a református egyház részéről. Én nem gondolom, hogy foglalkoznunk kell még egyelőre ezzel a kérdéssel, tehát egyelőre azt tudom mondani, hogy fel sem merült ennek a lehetősége, hogy bezárunk óvodákat. Azt láttuk a létszámokból, hogy egy picit, hogyha a református egyház létszámával csökken a városi óvodáknak a létszáma, az nem olyan jelentős, hogy emiatt óvodákat kellene nekünk bezárni. Itt is vannak olyan csoportok természetesen, ahol maximális létszámmal üzemelnek, tehát én azt gondolom, hogy pici átcsoportosítással, egy kicsit szellősebben, de ugyanabban a épületben fogjuk megoldani továbbra is az óvodák működtetését. Polgármester úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és stúdiónk vendége volt, és várjuk nézőink kérdéseit a továbbiakban is a már ismert e-mail címre. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék! Vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!